A betelepítés tüneti kezelés olyan beavatkozás, amely nem szüntetné meg a kiváltó okokat. Ezzel indokolta Blaskó Balázs, miért megy el és szavaz nem el október 2-án. Mint fogalmazott, a problémát ott kell kezelni, ahol felmerül, és nem beengedni máshová. Azt gondolom, hogy Szíriában, Afganisztánban, Pakisztánban és minden olyan országban, ahonnan a menekült hullám indul, ott kell gyökeresen és radikálisan rendet tenni, és ott kell segítséget nyújtani. Ha az embereknek szükségük van segítségre, én vagyok az első, aki segítséget nyújt. Mindenfajta tekintetben. De mindig azzal a szándékkal, hogy a segítségnyújtás hatékony legyen. Ugyancsak a részvétel és a nem szavazatok mellett kampányolt Madarasi Gábor birkozó és Juhász Ádám borász. Ő azt emelte ki fontos, hogy minél többen menjenek el, hogy minél több ember véleményét tükrözze az eredmény. Személyesen én részt fogok venni, és búzítok mindenkit, hogy jöjjön el. Nekem már volt szerencsém betekinteni nyugat-európai helyzetbe, és kint éltem Franciaországban és Németországban, láttam, hogy a irány az rossz. A népszavazás akkor lesz érvényes, ha az összes választó több mint fele érvényesen szavazott, és akkor lesz eredményes, ha az érvényesen szavazók több mint fele azonos választ adott.